A Szabadkai Központ kettő helyi közösségben működő klub új tetőburkolatot, PVC ablakokat és LED világítást kap, kicserélik a hőszigetelést, a fűtés pedig hőszivattyúval oldják meg. A szerződést a Szabadkai Önkormányzat és a Köztársasági Energetikai Minisztérium kötötték meg. A város élt a lehetőséggel és pályázott, ezt a gerontológiai központ érdekében tetszük. A mi részesedésünk ebben a projektben közel 4 millió dinár. Vajdaság számára háromszor több támogatást láttunk elő, mint tavaly. Minisztériumunk 510 millió dinárt kapott a köztársasági költségvetésből, ennek egy részét tavalyi projektek befejezésére fordítottuk, az idejekre pedig 330 millió maradt. Energiahatékonyság területén a Szabadkai Gerontológiai Központ úttörőnek számít Szerbiában. Már 2001-ben napkollektorokat kezdtek használni vízmelegítésre, a múlt évig pedig kis hián 100 millió dinárt fektettek be több energiahatékony megoldásba.